Krisztián teljesítménye, de hát azért van itt más is. A formalitásokon szerintem essünk túl, mert hogy az már ugye korábban eldőlt, és hát nem nehéz kimatekozni, Zozó most nincs is itt köztünk, hiszen jelen pillanatban éppen vizsgálaton van a karja miatt. Szóval, hogy nagyon leszűkült a kör gyakorlatilag egy személyre, akit te választasz, de azért hivatalosan nevezd meg, hogy ki lesz Virág Andris párbaj ellenfele hamarosan. Andris párbaj ellenfele Dani lesz. Dani, te hogy érzed most magad? Nagyon közel vagyunk a párbajhoz. Már a medálljáték előtt ugye tudni lehetett, hogy te leszel Virág Andrisnak az ellenfele. Izgalom van benned, félelem érzed, vagy mi játszódik le most az agyadban? Izgatottság van bennem igazából. Tudom, ezt már többször elmondta az Andris is, hogy várja a párbajt. Egy párbajt nem lehet nagyon várni szerintem, mert nem egy jó dolog, de izgatott vagyok, és kíváncsian várom a pályát is, az ügyességi feladatot is. A mai nap egészen majdnem jól sikerült, mert egészen közel, de ugyanakkor nagyon messze voltam. Kellett volna, vagy úgy érzed, hogy szükséged lenne most egy medára? Nem gondolom, hogy szükségem lenne egy medára, de jól esett volna, hogyha tudok szerezni egy medált. Azért kérdezem, mert Andrisnak ugye van? Van. Azt mondd meg nekem, hogy szerinted, ha a bajnok csapatot nézzük, csapat szempontból kire van inkább szükségük a pirosaknak? Rád vagy Andrisra? Én úgy érzem, hogy sokat tudok hozzátenni a csapatnak a teljesítményéhez. Többet, mint Andris? Ezt nem tudom. És nem is tudhatom. És ezt... Nekem ehhez nincs jogom bármi ilyesmit is mondani. Hogy hát szerintem, ha valakinek joga van, ez az pont te vagy, hiszen érintett vagy itt a párbajban, de Gabi véleményére nagyon kíváncsi lennék. Te hogy látod csapatszinten, ki a fontosabb tagja most ennek a bajnok csapatnak? Andris vagy Dani? Csak egy nevet mondjak, vagy indokoljak indoklással. Jó, nyilván ez nagyon összetett. Egyrészt kell nézni a pontokat konkrétan a pályán, illetve a pályán kívüli kommunikációt, magatartást, hogy úgy, hogy tud hozzátenni a csapathoz az egyes csapattárs. Szerintem pontokban egyébként nyilván statisztika alapján Andris a legrosszabb statisztika, tehát pontokban Dani többet hozzá tud tenni a csapathoz, hogyha csak a számokat nézzük, illetve én azt érzem, hogy pályán kívül is, meg a játékon kívül is Dani többet ad magából a csapatnak, amiből mi tudunk táplálkozni, és amikor kell, akkor Dani magához ragadja a szót, felráz bennünket, kicsit észhez térít, hogy miért is vagyunk itt. Úgyhogy én azt mondom, hogy Dani. Köszönöm az őszinte választ, Gabi.